Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, címszavakban mondom, hogy mi lesz a mai víkendben. Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja, kutyás foglalkozás, romantikus tűzugrás, múzeumok éjszakája, pénzkiállítás, kuruc, hagyományok és Igric Nagyi. Legelőször azonban ellátogatunk a Nyíregyházi Állatparkba, és megnézzük a nemrég született fekete-fehér varikreket. Most még nem lehet tudni, milyen nemmel született ez a vari ikerpár, de az már biztos, hogy a Nyíregyházi Állatpark új, alig két hónapos lakói igazi szenzációnak számítanak. A legnagyobb makifajba tartozó fekete-fehér vari eredetileg Madagaszkár szigetén őshonos, de egyed száma az orvvadászat és az élőhely pusztítása miatt drasztikusan csökken. A vari az egyik legkülönlegesebb makiféle, a Természetvédelmi Világszövetség kritikusan veszélyeztetett kategóriába sorolt. Tehát nagyon fontos az, hogy az állatkertek ne csak bemutassák, hanem tenyészék is a természetben végveszélyben lévő egyedeket, és itt ennek ékes példáját láthatjuk, hiszen a 17 éves anyaállat a lengyelországi Wroclaw állatkertből jött, míg a papa 21 éves, és ő az Észak-Valószországi Parco Natura Viva kertjéből érkezett 3 évvel ezelőtt, és ez már a második alom itt nálunk, ismét a tavalyi évhez hasonlóan ikerpár látott napvilágot. A varik a legnagyobb termetű makifajok. Teljes hosszuk 50-60 cm, farkuk 65 cm hosszú, súlyuk 3 és 5 kg közötti. Szőrzetük hosszú és puha, fekete-fehér vagy vörös-fehér színű. Két faját különböztetik meg, a fekete-fehér varit és a vörös-fekete színű vörös varit. A varik csoportosan élnek, egy csoportban 3-5 állat él együtt, egy szülőpár és azok még ivaréretlen utódai. Ahogy azt a látogatók is megtapasztalhatják, a varik fülsüketítő üvöltéssel védik és jelölik a territóriumokat, amely leginkább az oroszlán és szamárordítás keverékének hangzik. A területük határait szaganyagokkal is jelzik a fajtársaik számára. Jocó, a papa állat teszi a dolgát és védi az újszülötteket, az anya pedig szépen szoptatja őket. A varik olyan lemúrfajba tartoznak, amelyek nem hordozzák a kicsinyeiket, hanem fészekben hozzák világra utódaikat, akik egyre bátrabban jönnek ki az odujukból. A szakember hangsúlyozta, ezeknek az egyedeknek a szülei már az európai klímához szoktak, így nem okoz számukra problémát az alkalmazkodás. Nagyon kevesen tudják azt, hogy ezek az állatok nem Madagaszkár szigetéről érkeztek hozzám, hanem másik állatkertből. Egy speciális program, az Európai Tenyészvédelmi Program keretében érkezett hozzánk a szülőpár, és ők tulajdonképpen európai klímához szokott állatok, de egyébként Madagaszkáron nem annyira probléma a meleg. Ő nagyon jól bírják a meleget, és a fehér-fekete bunda is azt mutatja, hogy kiváló rejtőszínnel rendelkeznek, mert ez a fehér-fekete szín, ez a lomb korona szinten teljesen beleolvad az ottani területekbe. Malagasi nyelven a vari napimádót jelent, amelyet a madagaszkáriaktól azért kaptak, mert reggelente ezek a lombkoronalakók pocaksüttetéssel kezdik a napot, és egyébként is az idejük nagy részét pihenéssel töltik. Igric Nagyi felvette kedvenc kék pipacsos otthonkáját, és kiment az udvarra. Így indult az első története, most azonban már a városba is eljutott, hogy ott mi minden történik vele, arról az íróval beszélgetünk, vendégünk Béres Tamás. Szervusz, köszönöm a meghívást. Szia, jó estét. És hát, hogy a nézőknek azért
Ez az igric nagyi kézzel fogható, vagy legalábbis képileg jól látható legyen, ezért én meg is mutatom, de azért bízom benne, hogy nem újdonság tulajdonképpen, hiszen sokan olvasták már igric nagyi történetét, és amit most itt a kezemben tartok, ugye ez már a második rész. Mielőtt itt a nézők is bekapcsolódtak volna a beszélgetésbe, én itt faggattalak, hogy mennyi idő alatt készült el ez a bizonyos könyv, és hát meglepődtem, hogy azért ez nem egy-két hónap alatt készült, hanem bizony nagyon időigényes tevékenység. Mesélj erről egy kicsit, Tamás. Igen, hát az első kötet az 2020-ban jelent meg tulajdonképpen, tehát ott a Covid előtti évben. Uh-huh. Aztán rá két évre készült el maga a szöveg, és hát ezen még azért gondozni kellett sokat, és készültek az illusztrációk, hogy hogyan öntsük formába, változtak a fejezetek, változott a tartalom, megjelentek benne új elemek, tehát amikor egy ilyen könyv elkészül, ott egy csomó minden még alakul menet közben is, és hát sosincs vége. Most már azért azt gondolom, hogy most már nem írnál bele, most ugye? Már nem, most már kész egész lett, de felolvasva, elmesélve, mert fontos egy mesének, hogy az felolvasható, elmesélhető legyen. Ma már az olvasó elvárja azt, hogy mind a célkorosztálynak, tehát itt a fiataloknak, az általános iskolai, középiskolai korosztálynak, meg kicsit nő, ahogy nőnek a főszereplő gyerekek, nő az olvasó célközönség, legalábbis ennél a mesénél, és akkor nekik is, meg a szülőknek is olvasmányos legyen benne egy kis nyelvi humor, legyen benne egy kis játék, én is játszom, tehát mese a mesében, és abban is még mese, és egy kis kaland, még plusz szereplő, de legyen benne valami tanító jelleg, mert nagyon fontos, jelenjenek meg ennek a térségnek a emblematikus helyszínei, most ugye a városi helyszínek kerültek sorra, úgyhogy egy csomó játék került még bele, én is játszottam, én is foglalkoztam ezzel, és hát így azért ez sok-sok idő, meg hát menet közben még elkészült egy novellás kötet is, meg hát ugye az ember más történeteket is írt máshova, úgyhogy ez egy hosszú alkotói folyamat, de hát itt a vége, és olyan jó kézbe lenni, jó illata van, még nem régen jött ki a nyomdából. És olyan szép is egyébként, mert tényleg a történet mellett ugye azért fontos az illusztráció. Egy kicsit már, ahogy kinyitjuk egyébként itt az első oldal, először azt hittem, hogy a szemem káprázik itt a reflektorok fényébe. A sok-sok galamb körül egy picit sárgásabb itt a kép, és aztán rájöttem, hogy amikor az embernek régi könyve van, akkor ott látja ezt a kis vizuális hatást, hogy ott már a könyv szélső lapjai egy kicsit avittak lettek. Gondolom ez lett volna a cél, ugye? Hát pontosan, hát a történet főszereplője ugye Iris Nagyi, és hát ugye az unokák, akik egy nyomozásba vesznek részt, előkerülnek régi családi tárgyak, amelyek eltűntek és most előkerülnek, de még van mit megkeresni, régi receptes könyv, és hát előkerül egy régi gyűrű, vagy nem kerül elő, hát ugye a történetből majd láthatják az olvasók, és előkerül egy galamb, aki szintén főszereplője lesz ennek a történetnek. De általában, amikor én egy állatszereplőt csempészek a mesébe, akkor annak mindig van egy emberi jelleme, valahogy annál valami családtagot jelképez legalábbis a mese részeként, úgyhogy itt a galamb lesz majd, vagy van megszemmisítve, úgyhogy ennek a galambnak a grafikus megjelenése, tehát az illusztrációja, ahogy Takács Viktória elkészítette, azt kértem meg, hát ő is így készítette el, hogy rengeteg humor, meg egy kicsit ilyen vicces, mondjuk így, nem akarok más jelzőt használni, úgyhogy ez itt a különféle galambábrázolások is megjelennek, tehát képileg is legyen benne humor, játék. Az, hogy ez mennyire bejön egyébként a nagyobbaknak, arra például az én családom, az első kötet megjelenésekor azért az én középső lányom már bőven kamasz volt, és hát az volt a kedvenc időtöltésünk, hogy akkor olvassunk az Igric Nagyiból, úgyhogy így lehet egyébként a piciket is humorossá, vagy legalábbis szívesen olvasóvá tenni. Volt-e neked valamiféle teszt közönséged, amikor még
kézirat formájában volt a könyv? A kisfiam, feleségem, tehát alapvetően a feleségem segített a szöveggondozásban, mint magyar tanár, a kisfiam pedig hát kínosztam és elolvastam neki többször is, már másodszorra nehezebben bírta, vagy legalábbis így ő volt, aki a korosztályban pont az, akinek én szánom, és akkor ő elmondta, hogy ez jó, nem jó, ez nem annyira vicces. Ma már azért azt elvárja egy olvasó, a fiatal olvasók többsége, ugye mindig mondjuk, hogy olvasnak, vagy nem olvasnak, hogy szeretnek olvasni, és az a tapasztalatom, hogy ha jó a könyv, vagy ha van benne humor, és kicsit ő magukat is meglátják a könyvben, tehát viszont látják a saját életüket, problémájukat, nyelvezetüket, úgyhogy ennek a könyvnek is úgy igyekeztem úgy a nyelvezetét összeállítani, hogy nem régies, hanem a mai szóhasználatot, vagy a mai családi kört azért viszont lássanak. Szóval ahogyan én olvastam, akkor azt láttam, hogy na itt már egy kicsit lehetne gyorsabb, itt történhetne még valami, hogy pörgősebb legyen, vagy hogy egy kicsit másfelé vinni a történetet, érdekességet belevinni. Fontos, hogy két oldalanként vagy történjen valami más, tehát le kell kötni, jó, máshogyan kell lekötni egy írónak az olvasót. Ugyanúgy, ahogy a vizuális dolgokban is ugye kell a rengeteg inger a fiataloknak. Egyébként ugye ti a kamaszokat is támogatjátok, hiszen ugye a kamasz teraszon sok fiatal tanul meg tulajdonképpen írni, vagy hát a költészetét meg csillantja. Ők például ilyen szempontból segítenek, amikor te alkotsz, hogy van-e visszajelzés? Hogyne. Ezt a könyvet kifejezetten ők nem olvasták, de előfordul, hogy szövegrészleteket, vagy idősebbeknek, vagy felnőttebbeknek szóló novellarészleteket is szoktunk bevinni, sajátokat is, de elsősorban nyilván az ő szövegük van, de ahhoz, hogy lássák, hogy néz ki egy alkotói folyamat, mi azt lássuk valóban, amit te is kérdezel, hogy amit írunk, az mennyire ér el hozzájuk, vagy mennyire az ő nyelvükön, vagy az ő gondolatvilágunkon keresztül, az mennyire felfogható, elérhető, közelíthető, ahhoz nagyon fontos ez. Úgyhogy az biztos, hogy bennünket is formál, hogy velük beszélgetünk. Gratulálunk még egyszer, és reméljük sokan olvassák Ygritte nagyvárosi sztoriait. Kedves, hogy köszönöm szépen, és remélem, hogy mindenkinek nagy örömére lesz majd a könyv. Köszönöm. Kedves nézők, mi pedig Tisza Best Day-en folytatjuk a Weekendet, ahol nemrég a Rákóczi szabadságharc kezdetének évfordulójára emlékeztek. A rendezvényre Felvidékről és Erdélyből érkeztek hagyományápolók. A tájházból a református templomba vonultak az ünneplők Tisza Best Day-en. A honfoglaláskori településen a Rákóczi szabadságharc kezdetének évfordulójára emlékeztek, immár negyedik alkalommal. A község önkormányzata a kisvárdai kuruc hagyományőrzőkkel közösen teremtett tradíciót a településen. A honfoglaláskori hagyományok ápolása mellett megismerkedtünk olyan barátokkal, olyan ismerősökkel, akiknek a Rákóczi szabadságharc, a Rákóczi fejedelem öröksége volt fontos, és csatlakoztunk hozzá. El szoktam mondani, hogy nem tudjuk, hogy járt-e a fejedelem Tisza Best Day-en, járhatott, mert ugye itt a birtokai itt voltak, de mi az eszmeiségét szeretnénk megőrizni, ami fontos most jelen pillanatban itt Magyarországon is. A megemlékezésnek kötött rendje van, hogyan zajlik ez? Kialakult egy kötött rend, Isten tisztelettel kezdünk, majd az emlékparkban, a Millennium Parkban állítottunk egy emlékfát, amit Széker barátainktól kaptunk erre az alkalomra. Tavaly előtt avattuk fel, és ez az életfa, ez az emlékoszlop, ez mindig új levelekkel, új tagokkal bővül. Ebben az évben is csatlakoztak hozzánk olyan fontos tagok, fontos emberek, akiknek a neve fölkerül erre az emlékfára, és ők mind őrzik ennek a hagyománynak a fontosságát, hogy fontosnak tartják itt Tisza Best Day-en, és ugye ami nagyon jó, hogy Felvidékről, Kárpátaljáról és Székelyföldről is érkeznek hozzánk. Hányan érkeznek körülbelül? Folyamatosan bővülünk, általában olyan 30-40 fővel szoktunk a mag lenni, de tavaly 100 főre bővültünk, most egy kicsit a megosztott programok, több helyen van megemlékezés, elszólította, hogy 60 embert várunk most jelen pillanatban. A történelmi Magyarország leghosszabb szabadságharca kezdődött 321 évvel ezelőtt. 1703. június 16-án a Rákóczi vezette sereg a lengyel-magyar határt átlépve a Vereckei hágón keresztül érkezett Magyarországra.
Baracsi Endre, a Vármegyei Közgyűlés alelnöke megköszönte a hagyományőrzők munkáját, és kiemelte azt is, Rákóczi öröksége túlmutat az évszázadokon. A második Rákóczi Ferenc fejedelemnek az üzenete az úgy gondolom, hogy örökérvényű. És ezért tartjuk fontosnak, mint Vármegyei Közgyűlés azt, hogy valóban ott legyünk, jelen legyünk, és azáltal is azt az üzenetet, amit ő ránk hagyott, azt tovább vigyük. És ezért örülünk annak, hogy ha akár Tiszabezdéden, akár Tarpán, akár Nyíregyházán, akár Borsiban, akár Vaján, de megemlékezések vannak, és emlékezünk a fejedelemre és arra az örökségre, amit ő ránk hagyott. Hiszen talán a legfontosabbat hagyta ránk. Azt, hogy valóban a jövőbeli nemzedéknek üzent, és azt üzente nekik, hogy becsüljék meg azt a földet, amelyen élnek, és beszéljenek róla úgy, mintha egy kincs lenne. És úgy gondolom, hogy ez az örökség, az a szülőföld iránti rajongás, az az elhivatottság, a szabadságvágy, amely az ő életét és az ő munkásságát jellemezte, és amelynek köszönhetően mi szabadságban élhetünk, úgy gondolom, hogy ez örökérvényű, és ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy minden évben és minden egyes településen, aki kötődik második Rákóczi Ferenchez, a megemlékezések azok teljesek legyenek, és nagyon örülök annak, hogy minden megemlékezésen itt vannak a hagyományőrzők, itt van a Rákóczi Szövetség, és ott vannak azok a települések, akik úgy gondolom, hogy méltón képviselik az örökségét. Vajon, ha István vissza hőtől, akkor is fölfeszítettük? Vagyis mégiscsak volna küldetés? Az istentiszteletet Meleg Vilmos színművész előadása követte, majd a templom mellett álló Millenniumi Park emlékfájához vonultak az ünneplők. A köztéri alkotáson a kuruc hagyományőrzők kezdeményezésére minden évben névtáblákat helyeznek el. Hagyományőrzők kerülnek fel, olyan hagyományőrzők, akiknek múltjuk van, több tíz éven keresztül benne vannak, csinálják, és tudják továbbadni az utókornak, de olyan, hogy Nyíregyházától az országos szinten már Monóról is voltak, aki felkerült, úgyhogy országos szinten, akire felnézünk, hogy méltó arra ki kell érdemelni, hogy felkerülhessen az emlékfára, akkor annak helyet adunk, és támogatjuk azt, hogy neki is ott a helye köztünk. Van olyan probléma, hogy több évtizeddel, aki benne van, azok legyenek benne, nincsen nekünk olyan ifjúságfa, ahol gyerekeket fel lehet tenni, de akinek már van több tíz év, az már megérdemli, hogy ott van. Általában erre azt tudom mondani, hogy sokan elkezdik, de abba is hagyják. Ezt szívvel lélekkel kell csinálni. Idén 4 névtáblát helyeztek el az emlékfán. Virág József, Tóth Zsigmond Béla és Miklós Csaba hagyományőrzők mellett Piroska János névtáblája is felkerült. A hajdunánási férfi régi fegyverek történetével és gyűjtésével foglalkozik. Munkásságából a közönség is kapott ízelítőt. Kedves nézőink, következik egy rövid programajánló, mutatjuk, mi minden lesz a következő napokban és hetekben a megyében, sőt, az egyik programot részletesen is bemutatjuk. Nagykorú a Panyola Fest, gyermekzsivaj, néptáncosok, népzenészek, fóvósok, világzene, kerékpártúra, szatmári ételek és különleges hangulat tölti meg minden augusztus első hétvégén Panyola utcáit. Idén már 18. alkalommal. Augusztus 2. és 4. között többek között szabadtéri és autós mozi, a Kaláka Együttes, a Fitos Dezső Társulat és a Kelet Brass Band várja a vendégeket. Népművészeti tábor Harangodon július 20-a és 28-a között. A Téka tábort idén 39. alkalommal rendezik meg. Lesznek gyerekkoncertek, fotókiállítás, valamint mesterek és tanítványok gálaestje. 13. alkalommal indulhatnak kerékpáros zarándoklatra az érdeklődők július 13-án. A túra 5 óra 30 perckor indul Hajdunánásról, a különböző megállók után pedig a várható érkezés 11 óra 30 perckor lesz Máriapócsra. Újra zoárnapi sokadalom Vásárosnaményban. Július 12-én és 13-án a Kraszna hídnál várják azokat, akiket érdekel a legnagyobb létszámú népdalkör Guinness rekordkísérlet, vagy a The Beavers koncert, a Tűztán Show és a Bikini élő koncertje. Fábián házán Otello Fesztivál várja az érdeklődőket július 6-án. Versenyeznek majd a szatmári ételek, lesz céllövészet, motoros felvonulás és néptáncgála, az estét pedig koncertek zárják.
július 5-én és 6-án 9. alkalommal rendezik meg az újfehértói fürtös fesztivált. Péntek este a Delta élő koncertje indítja a bulit, szombaton pedig mazsorett műsorok, interaktív gyerekkoncert, habparti és főzőverseny várja az érdeklődőket. Délután lesz sportági bemutató utcabán, az estét pedig Bonéjem slágerek zárják. Ajakon még a Városnap is kétnapos, a Pétertó ligetben július 5-én és 6-án minden a zenéről és a kikapcsolódásról fog szólni. Pénteken délután 3-kor kezdődnek a kulturális népművészeti sport és gyermekprogramok, 16 órától pedig a színpadi produkciók. Elsőként az ajaki zenészek, majd este 9-től a Delta, majd a Schnapps Band ad koncertet. Másnap Aucsilla, majd Horváth Tamás énekel. Pökönyben ismét falunap várja a környékbelieket június 29-én, Ugrálóvár, Óriás csúszda, Bohóc és Csillámtetkó várja a kicsiket, délután pedig a mulatni vágyókat a Döndi Duó és Roli, Polgár Peti, Kisgrofó, valamint a Cosmix koncertje. Esztétikailag is kifogástalan bankjegyek és széfek várják az érdeklődőket a Kállai gyűjteményben. Megnyílt a Kossuth Bank óta Forintig című pénztörténeti kiállítás. Lássuk a részleteket! A legrövidebb ideig forgalomban lévő bankjegy a 100 millió B-pengő. 1946. július 11-én jelent meg, de 20 nappal később július 31-én már be is vonták. A papírpénz őriz még egy rekordot, ugyanis ez volt a valaha készült legnagyobb címletű forgalmi pénzünk. Sok más érdekesség mellett ez is megtalálható a Kállai gyűjtemény pénztörténeti kiállításán. Javarissza kiállításainak a Budapesti Pénzmúzeumtól került, illetve a Nemzeti Múzeumtól, vannak magángyűjtők is, illetve a Kállai gyűjtemény is rendelkezik nagyon szép pénztörténettel kapcsolatos anyaggal, illetve itt még belépett két magángyűjtő is, aki szívesen ajánlotta fel a gyűjteményét, és ezekből tevődik össze ez a gyönyörű szép pénzgyűjtemény, és ki kell emelnünk még a hátunk mögött álló széfeket, amelyek dr. Kállai Nagy Péter magángyűjtőnek az anyagából kerültek ide. A Kossuth Bankótól a Forintig című időszaki kiállításnak az a különlegessége, hogy 100 év fizetőeszközét mutatja be az 1848 és 1948 közötti időszakból, különösen az osztrák-magyar monarchia idejéből. A manapság nagy ritkaságnak számító osztrák-magyar forintból, illetve a korai osztrák-magyar korona 1902-től nyomtatott címleteiből is látható néhány szép darab. A papírpénzek és érmék mellett korabeli széfek és egyéb érdekességek is helyet kaptak a tárlaton. Verőtöveket is kaptunk kölcsön, amelyekkel a korabeli pénzeket készítették, ezek is unikális daraboknak számítanak, de ami számunkra nagyon fontos az az, hogy a Kállai családból ketten is betöltötték a pénzügyminiszteri tisztséget, az egyik Kállai Benjamin a monarchia közös pénzügyminisztere volt 21 évig, a másik pedig, aki miatt az apropóját adta a kiáltásnak, Kállai Tibor, a Bethlen kormány pénzügyminisztere, aki részt vett a Magyar Nemzeti Bank megalapításában 100 évvel ezelőtt. A kiállítást Hergár Eszter, a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont igazgatója nyitotta meg. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívást kaptunk a múzeumtól, és én nyithatom meg ezt a nagyon érdekes kiállítást. A Magyar Nemzeti Bankot képviselem itt, és a Magyar Nemzeti Banknak van az országban a második legnagyobb bankjegy és érme gyűjteménye, és boldogok voltunk, amikor megérkezett ez a megkeresés, és tényleg örömmel adtuk át ezt a 158 darab műtárgyat, hogy itt mindenki, a látogatók, diákok megcsodálhassák. Ugye még különösen azért is volt fontos számunkra ez a megkeresés, mert most a 2024-es év a Magyar Nemzeti Bank számára centenáriumi év, hiszen pont most 100 évvel ezelőtt kezdte el, tehát 1924. júniusában kezdte el a működését a Magyar Nemzeti Bank Budapesten a Szabadság téren, és ezt a korszakot, az 1924-es megnyitás előtti korszakot is most feleveleníti ez a kiállítás, hiszen Kállai pénzügyminiszter úr is sokat tett azért, hogy a már 1848-ban megfogalmazott független nemzeti bank létrejöhessen. És végül aztán 1924-ben létre is jött. Engedjék meg a kedves látogatók, hogy néhány darabra külön felhívjam a figyelmet, mely műtárgyak komoly történelmi jelentőséggel bírnak.
Ugye itt 100 év pénztörténetét láthatják a látogatók, 1848-tól egészen a forint bevezetéséig láthatnak bankjegyeket, érméket és verőtöveket. Például fölhívnám a figyelmet a kamatos utalványra, ami az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején került kibocsátásra a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank által. Itt láthatóak most az 50, 100 és 500 forintos címletben megjelenő utalványok, és hát mi is jelentette ezeknek az utalványoknak a fedezetét? A kincstári közjövedelmek. És ezek a kincstári közjövedelmeket a lakosság fémpénzért, arany és ezüsttárgyakért, vagy pedig bécsi bankjegyekért cserébe vehette meg. Még mondanék egy kiemelkedő darabot, hát hogyha érdekel benneteket. Ez a Kossuth emigrációs bankjegye, mert amikor leverték a 48-49-es forradalmat, akkor utána Kossuth először Angliába ment 1851-ben, és utána pedig az Egyesült Államokban, és onnan dolgozott tovább. És ott New Yorkban 1, 5, 10 és 100 dollár értékű kölcsönjegyeket, úgynevezett bondokat adott ki, míg Philadelphiában 1, 2 és 5 forintos jegyeket nyomatott. Az amerikai forgalmi pénzekre hasonlító jegyekből befolyt összeget pedig Kossuth a fegyvervásárlásra és a magyar ügy szervezésére fordította. Láthatnak még itt a látogatók, hogyha megtekintik majd a most megnyíló kiállítást, 5 darab verőtövet, amelyek közül 2 esetében látható lesz az elkészült pénzérme is. Ezek 1848-as krajcár és korona elő- és hátlapok. Kiemelendő még az 1946. évi Kossuth 5 forintos ezüstérme, amelyből első körben mintegy 40 ezer darab készült, és a célja az újonnan bevezetett valuta a forint stabilitásának jelképezése volt. Tisztelt látogatók, kedves gyerekek, a kiállítást most ezúton megnyitom, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Úrich Attila köszöntőjében kitért arra, hogy a pénz nem csak vásárlásra való, és a fiatal generációnak is fontos megtanulnia jól befektetni. Ha valaki mondjuk kicsit jobban szemügyre veszi a papírpénzeket és az azon lévő grafikákat, az azon lévő művészi értékeket is, akkor láthatja azt, hogy a pénznek nem csak a hagyományos funkciója volt meg a régebbi korokban, hanem volt egyfajta művészi kivitelezése is. Ezért is az ember nem csak úgy gyűjti a pénzt, hogy bankokban vagy esetleg otthon a láda fiában, hanem nagyon komoly gyűjtői kör is kialakult az érmeknek a gyűjtésének a területén. Így azt lehet mondani, hogy a pénz Krisztus előtti 7. századi megjelenésétől kezdve ez egy sikertörténet, hiszen igen, az embernek az életének a nagy része nyilvánvalóan a munkáján keresztül a pénz körül forog. A kiállítás egészen nyár végéig tekinthető meg. A Kossuth Bankútól a Forintig című kiállítást rendhagyó tárlatvezetésen már azok is megnézhették, akik részt vettek a múzeumok éjszakáján. A Weekend második részét a híradó után ezzel folytatjuk, maradjanak velünk! Éjszakában nyúlóan lehetett részt venni különböző kulturális intézmények kiállításain és programjain. Üdvözlöm újra a nézőket! Ismét megrendezték immár 22. alkalommal a múzeumok éjszakáját. Stábunk a megyében 2 helyszínen nézte meg a kínálatot, Nyíregyházán, a Kálai gyűjteményben és a tavaly megnyílt görögkatolikus múzeumban. A múzeumok éjszakája egy külföldi mintán alapuló magyarországi kulturális rendezvény, amit először 2002-ben rendeztek meg. Országszerte több mint 400 intézmény közel 2000 programmal kapcsolódik a kezdeményezéshez idén is. Nyíregyházán a Kálai gyűjteményben a pénz volt a központi téma, míg a hozzá közeli görögkatolikus múzeumban a gyógynövényeké volt a főszerep.
Elmondhatom, hogy 2012-től a Kála Gyűjtemény arra törekedett, hogy ezzel a gyerekeken, iskolásokon, óvodásokon keresztül fogjuk meg a látogatókat, hívjuk be őket, csábítsuk be, mert amikor a gyerek itt volt óvodával, iskolá utána visszatért szülővel, nagyszülővel, és ez 2012 óta nagyon is működik. Mi azért is szervezünk a Kála Gyűjtemény nem csak múzeumok éjszakája programot, hanem kifejezetten családi rendezvényeket, hogy így minden korosztály megtalálja magának a kedvére való szórakozást, kikapcsolódást és egy kis tanulást is. Úgyhogy azt mondom, hogy igen, mert tulajdonképpen ez a múzeumok éjszakája az összes múzeumoknak egy ünnepi eseménye. A nyitás óta lehet azt mondani, hogy rá kell szoktatni az embereket arra, hogy így megtalálják a gyűjteményt, és rájöjjenek arra, hogy itt kiváló programok vannak, amint már említettük, családosan? Hát hál' Istennek azért a Kála Gyűjtemény sokat tesz azért, hogy egyre nagyobb látogatói létszámot vonzon be. Az elmúlt évek eredményében ez meg is látszik. Ugyanakkor sokat jelentett az is, hogy évmúzeummal külön díjasai lettünk, hisz bekerültünk az ország 7 kis múzeuma közé. Kitaláltunk olyan dolgokat is, hiszen kutyabarát múzeum kevés van Magyarországon. Ez a kutyások kíváncsiságát felkeltette, és sokan nem mennek el nyaralni, mert a kutyát nem tudják elvinni. Mi most lehetőséget adunk egyes alkalommal, hogy kutyával látogassák. Tehát ezzel, ha nyitunk, és újabb-újabb dolgokat találunk ki, egyre többen jönnek be hozzánk, és érdekes módon már nem csak az ország határon belül, hanem határon túlról is. Ambrus Attila keramikusként van itt, de mégis mindig időről időre a víz kis, mint olyan, az visszaköszön, és a pénzzel valahogyan kapcsolatba kerül. Hogyan viseled ezt a mindennapokban? Hát van egy klasszikus mondásom, ami úgy szól, hogy én a pénzt súlyra szoktam számolni, legalábbis régen arra úgy számoltam. Éppen itt szembesültem a múzeumban olyan páncélszekrényekkel, ami ugye a két világháború alatt készült, sőt korábban is ugye a kiegyezés után készítettek páncélszekrényeket, és ez egy külön műfaj volt, ugye ezt úgy hívták őket, hogy mackósok, és egy külön kasztot képviseltek, mert ugye ma már sajnos bankrabló sincs, meg páncél szekrényt se tudnak kirabolni, mert ugye a szakértelem kell, tehát ugye akárki, most már úgy viszik el a páncél szekrényt, hogy a jeepre rákötik és elhúzzák. Én nyilván nem értek hozzá, de érdeklődéssel figyeltem a régi mestereknek a munkáit, mert tényleg iszonyatosan sok munka van egy páncélszekrénynek az elkészítésében, meg annak a megfúrásában is. De alapján úgy vagyok vele, hogy ma már nem is járok bankba, és ami a legfontosabb, ugye elsősorban azért vagyok itt, hogy a gyerekekkel foglalkozzak. Miért pont a kerámia? Profán a válasz, ugye voltam korábban sírásó, és ugye az is agyag, meg ez is agyag, de... Agyag megvolt, nem volt más tanfolyam, ugye új helyre kerültem, sátorolóhelyre, és tulajdonképpen akkor indult egy 3 éves képzés, és tulajdonképpen ott indult el a pályafutásom, mármint a agyagos vonalon, és most már 18. éve ezzel foglalkozom, több-kevesebb sikerrel. Egyébként, ahogy én nézem a kerámiákat, nem biztos, de visszaköszön valamilyen tájegység, vagy van-e valaminek, aminek mentén készülnek a kerámiáid? Nincsen, ugye az erdélyi motivumokat azért nem használom, mert ugye 88-ban eljöttem, tehát én vagyok az első migráns, ugye viszonylag korán leléptem, és ugye nem lenne tisztességes, hogyha én most az erdélyi motivumokat használnám. Nem beszélve arról, hogy én mindig úgy készítek terméket, hogy mit tudok eladni. Tehát ugye a racionalitás funkció szempontjából is, mondja, diszkerámiát nem készítek. Tehát év végén van egy kockás füzet, megnézem, hogy mennyit adtam el, miből mennyit adtam el, és ha azt el tudom adni, akkor gyártom, ha meg nem gyártom. Tehát ugye a kereslet és a kínálat alapján készítem a termékeket. Hogyha mondjuk naponta meg kell csinálni, nem tudom, 100-200 darab bögrét, vagy önteni kell, akkor annyira nem őszinte a mosolyom, viszont ezeket el tudom adni. Tehát olyan dolgokat készítek elsősorban, amit már korábban eladtam, és ugye mindig a vevőim mondják meg, hogy mi az, ami kell. Tehát én már rég nem azzal foglalkozok, hogy elkezdek művészkedni, akkor valószínűleg ilyen halnék. Hát mi máson akadna meg egy női szem, mint egy kidolgozott férfi testen, de hát van egyéb vonatkozása is
mondjuk úgy a mi kis megyénkkel. Mesélsz nekünk erről egy picit? Hogyne, persze. Ugye amit itt látunk, tablót, illetve az alatta lévő vitrint, az 1947-es forint sorozatnak a címletei láthatóak. A Kossuth címeres 10-20, illetve 100 forintos. Ugye több látogató is feltette a jogosan a kérést, hogy hol van az 50 forintos Rákócival, de hát ugye azt kicsit később az 50-es években vezették be, és az csak Rákosi címerre először abban a formában jelent meg. Az első címletek csak három tételt tartalmaztak, a 10-est, a 20-ast és a 100-ast, és ezek közül a 20 forintos az, ami kicsit hozzánk nyíregyháziakhoz is közelebb áll, hiszen a hátod, az előlapján ugye Dózsa György van, az 1514-es parasztháborúnak a vezetője, a hátoldalon viszont egy igen jól kidolgozott testű atléta, egy öttusázó, aki nem mellesleg Nyíregyházán született, úgy hívták, hogy Hegedűs István, és sokan egyébként őt úgy becézték, hogy Fityula, mert hogy volt egy lova neki, mert öttusázó lévén járt hozzáló, akinek a neve Fityula volt, és éppen ezért őt szintén Fityulának becézték, és sokan magát a bankjegyet is a barátai körében csak úgy nevezték, hogy Fityulás. Ő volt az ihletője ennek a kalapácsos, buzakalászos férfi alaknak. Nem az arca feltétlenül, mert az arca az erősen stilizált, inkább csak a test. Ugye Fülhely Mihály volt az a grafikus, aki elkészítette róla ezt a képet, és a bankjegyre került. A fotó az eredeti az, ami mögötte látható, ami alapján készült a bankjegyen lévő kép is. A bal oldalon pedig az emléktáblája látható itt Nyíregyházán, a Rákóczi utcai egykori szülői házán. És van egy nagyon aranyos mondóka is ezzel a bankjeggyel kapcsolatban, ami még valamikor az 50-es, 60-es évben szányra kapott. Ez így szólt, hogy hiába kalapász, hiába aratsz, a végére ilyen mesztelen maradsz, és mire egy ilyen rongyot veszel, ekkor fordították meg a bankjegyet, addigra ilyen öreg leszel. Úgyhogy ilyen kis aranyos történet tartozik a bankjegyhez. Sajnos Hegedűs Istvánnak a története már kevésbé volt ennyire vidám, hiszen ő 1956. októberében edzést ment tartani a gyerekeknek a budapesti sportuszodában, és az egyik alkalom, amikor hajnali órában gyalogolt az egyik pesti utcán, akkor azt látta, hogy a forradalmára könyveket égetnek, és befordult egy teherautó ávéhásokkal, és elvesztettek egy sortüzet, amiben ő is kapott egy halálos találatot, és sajnos így 32 éves korában életét vesztette. Azonban a bankjegy halhatatlanná tette, a barátai és a szűkebb kör is, meg akik jól ismerték, tudták azt, hogy a 20 fontos hátodán az ő alakja látható. A Görögkatolikus Múzeum is csatlakozott a Múzeumok Éjszakája programsorozatához, és hát picit sajnálom, hogy a Kölcsei Televízió nézőinek nem tudunk hazavinni az otthonukba ilyen csodás illatokat, amik itt vannak. Mi is az a tematika, amiköré szerveződött ez a mai este? A Múzeumok Éjszakája rendezvényt a Görögkatolikus Múzeum ebben az évben rendezi meg először, hiszen tavaly nyitotta meg a múzeum a kapuit, akkor még nem csatlakoztunk ehhez az országos rendezvénysorozathoz. Az időpont mindig június 3. hétvégéje, Szent Iván, vagy a nyári napforduló, ami a görögkatolikus egyházban keresztelő Szent János születésének a napja. Ehhez a naphoz egy gazdag hagyománykör kapcsolódik az egyházunkban. Ezek egyike a gyógynövények megáldása és megszentelése, gyógynövény gyűjtése. Ugye ilyenkor a természet teljében van, a virágok, gyógynövények sokasságát lehet gyűjteni, és úgy gondoltuk, hogy keresztelő Szent János születése előnapján mi a gyógynövények tematikáját választjuk, úgyhogy most minden előadás, rendhagyó tárlatvezetés, kézműves foglalkozás, kis ügyeskedés, minden a gyógynövények és a virágok témája köré kapcsolódik. Szombat után vasárnap is az éjszakában várták a látogatókat, ezúttal azonban a Sóstói Múzeumfalu volt a helyszín, a program pedig a Szent Iváné, idén is volt tűzugrás, és megnyílt a Legyen édes Sóstó című időszaki kiállítás is. A portákon csillag lesz, szerelmi, jóslás és térképes játék szórakoztatta a kiérkezőket. Thank you.
sejtelmes fények és megbújó árnyékok a sóstói múzeumfaluban. Szent Iván éjjele az év legrövidebb éjszakája. Jelképezi a fény és a világosság győzedelmét, a sötétség és a halál felett. A leghosszabb nappal után jön a legrövidebb éjszaka, és a misztikum abban rejlik, hogy ilyenkor szerelmi tüzeket gyújtottak, és ezt a párok átugolták megpecsételve a szerelmüket. Úgyhogy ezt mi levarázsoljuk minden évben a sóstói múzeum faluba, azzal megfűszerezve mindig egy időszaki kiállítást nyitunk, mindig egy fő vendéget, egy koncertet varázsolunk a színpadra, és a természetesen fontos számunkra az, hogyha végig mennek a sóstói múzeum falun, akkor a szerelmüket azzal is megpecsételjek, hogy a szerelem útját végigjárva, megjövendőlve a közös jövőjüket, egy ajándékkal is meglepjük őket, ez valóban csak a szerelmesekről szól, olyan kötéseket kapnak ezen az éjszakán, amit csak ma ezen az éjszakán tudnak megkapni. Ha már szerelem, akkor édesség. Az új időszaki kiállítás valósággal megédesíti Sóstót, és emléket állít a hajdani Szerencsi Csoki gyárnak és Pisák Béla cukorka készítő mesternek. Ezzel a kiállítással szószoros értelmében megédesítettük Sóstót, hiszen ez a kiállításunk címe, és a tematikája is az édességek. Három egységben dolgozzuk fel az édességek történetét. Az egyik a nagyipari édességkészítés, a Szerencsi Csokoládé gyár történetének a 50-es, 60-as éveiből mutatunk egy-egy szeletet. Itt a középső rész, ahol most állunk, ez a vásári édességek, a búcsús vásárok és a Mária Bócsi vásárok édességeit, elsősorban mézes kalácsait mutatjuk be. A harmadik egységben pedig egy cukorka készítő mesternek a tárgyain keresztül mutatjuk be, hogyan is készülnek különböző édességek, cukorkák. Spisák Béla bácsi, a vidék édességkészítő mesterének a tárgyai ezek. Nagykállóban született, és itt Nyíregyházán nevelkedett fel, aki cukorka készítő mester. Többek között készített törökmézet, csokoládét, fagylaltokat, cukorkát, kemény cukorkát, és bizony ő itt árusított nagyon-nagyon sokat. A 90-es években, már nyugdíjas időszakában, itt a múzeum falu előtt is árusította ezeket a termékeket, és miután elhalálozott, utána a család nagyon sok tárgyát nekünk ajándékozta, nekünk adományozta, mint például a fagylalt készítőgépét, de nagyon sok cukorka formázó és cukorka vágó gépét, és mivel ilyen sokrétű tárgyat kaptunk, és került a gyűjteményünkbe, gondoltuk, hogy egy kiállítást készítünk el ebből. Mik voltak akkor a legnépszerűbb édességek, amiket akár ő is ugye elkészített, és gyakorlatilag ez adta az ő vállalkozásának az irányvonalát? Igen. Spisák Béla bácsi többek között készített törökmézet, fagylaltot, több mint 20 féle fagylaltot, ami nagyon-nagyon ugye különleges volt ez akkoriban, készített köztük sejemcukorkát, kemény cukorkát, de nagyon-nagyon sok különlegességet, mint például mákos grillást is készített. Pont az egyik látogatónk itt a megnyitó után jegyezte meg, hogy ő még emlékszik rá, hogy több mint 30 évvel ezelőtt, még a 90-es években bizony itt Pisák Béla bácsitól, itt a múzeumfalu előtt vásárolta a mákos grillást, ami annyira de finom volt és fenomenális, hogy azóta sem evett olyan finomat. Az esti nagy koncertet Paulina adta, azt követően pedig a tűzugrás következett.
Szent Iván napi szertartásos tűzugrásnak egészség és szerelem varázsló célja volt. A szertartást a Nyírség táncegyüttes táncosai vezették, majd az est egy jó hangulatú táncházzal zárult. Ahogy arról egy korábbi víkendben már beszéltünk, elindult a Zene Sóstón programsorozat, ami idén a Gyerek Sóstóval is kiegészül. Ezen nem csak koncertek, különböző programok is várják a gyerekeket, például kutyás foglalkozás. Élmény és ismeretszerzés, szorongásoldás, a figyelem fenntartása, csak néhány a kutyaterápiás foglalkozások pozitív hatásai közül. Fekete Szilvia, a Nyíregyházi Segítőkutya Alapítvány önkéntese egy nyári táborban mutatta be a gyerekeknek, mi mindenre képesek ők, és persze négylábú társaik. Azt szokták mondani, hogy minden kutyaterápiás kutya, csak nem mindenkinek van papírja róla. Úgyhogy nagyon jótékony hatással bír a kutyák jelenléte minden közösségben, egészen a bölcsisektől az idősekig. Nagyon szeretik a kutyákat minden helyszínen. Most már az alapítványunknál is véget értek az évközi munkák, lezárultak a tanévek, és ilyenkor nagyon sok táborba hívnak minket, ahol interaktív érzékenyítő foglalkozásokat szoktunk gyerekeknek tartani, és bemutatjuk egy picit a segítő kutyák életét játékos feladatokon keresztül, és így közelebb kerülnek a gyerekek. Illetve a gyerekek nagyon-nagyon szeretik az állatok közelségét, és nagyon jól feloldódnak. Ráteszed a kezét, és fordítod. Így, ez a technika. Adjuk körbe, de ha leesik, vérszomjas fenevadak várják a lehulló maradékokat. Ne arra! Úgy van, elindítunk több kört, jó? 4 kutyám van otthon, ebből 2 vizsgázott terápiás kutya. Ide 2 kutyával érkeztem, Almával és Brunóval. Alma, ő már évek óta terápiás kutyaként dolgozik, illetve Brunóval, aki még tanuló státuszban van, de már nagyon sok mindent tud, és ő is nagyon nagy kedvence a gyerekeknek. Nyújtsd ki a kis kezed, és mondjad neki, Bruno, hangot! Azaz! És adod neki egy jutalomfalatot. Jutalomfalatot mindig úgy adunk, hogy a tenyerünk közepébe tesszük, igen, nyálas lett, majd van a víz. Azért ez nagy kihívás levezényelni is egy ilyen foglalkozást, a kutyáknak is végig dolgozni egy-egy ilyen alkalmat, és mégis ez egy kikapcsolódás is. Úgy látszik egy külső szemlélő számára, hogy mindenkinek. Igen, azért foglalkozás vezetőként azért igen megterhelő, és ez a látszat néha csal. Nyilván nagyon élvezik a kutyák az ember közelségét és a gyerekeknek a közelségét, de azért egy nagyon komoly idegrendszeri megterhelés nekik a zaj, a nyüzsgés, illetve a nagyon sok inger. Ők ilyenkor egy foglalkozás után több óra alvásra képesek, és folyamatosan biztosítani kell nekik utána a kikapcsolódás és a regenerálódás lehetőségét. Erre nekünk, mint gazdáknak nagyon oda kell figyelni, hogy meglegyen az egyensúly, mert ami külső szemlélőnek nem munka, az a kutyának nagyon komoly idegi megterhelést jelent, de szívesen végzik a dolgukat, a munkájukat. Mennyiben más mondjuk a feladatok összeállítása egy-egy ilyen táborban, vagy mondjuk egy kísérő programként, amikor aztán tényleg kötetlenül lehet a kutyákkal foglalkozni, vagy mondjuk egy idősek otthonában egy fogyatékkal élők szervezeténél? Nyilván mindig meg kell vizsgálnunk a célcsoportot, amikor összeállítjuk az óratervet, hogy pontosan mivel fogunk foglalkozni. Egy táborban a hangsúly az élményen van, illetve ahhoz, hogy gyakorlatilag a kutyák világát, kutyák életét közel visszük, és észrevétlenül becsempészünk felelős állattartásról szóló ismereteket, kutyával való bánásmódot, egyáltalán a kutya viselkedésének, maga tartásának a bemutatása egy kicsit közelebbről. És akkor itt tudnak találkozni a gyerekek test közelből kutyával. Van olyan városi gyerek, aki mondjuk vidéken csak nagymamánál lát kutyát, és nincsen napi kontaktban, és nagyon sokan pont ezért félnek, mert még nem is találkoztak test közelből kutyával. Nyilván az időseknél megint más a hangsúly, ott például a kommunikáció, a gondolkodásnak a fejlesztése, illetve szinten tartása a cél. Fogyaték
esetében ott szintén megint más az elérni kívánt cél, de az élmény és a jó érzés, ami keletkezik a résztvevőkben, az azért mindenhol közös. Nyíregyházán a következő hetekben folyamatosan találkozhatnak terápiás kutyákkal az érdeklődő gyerekek, felnőttek, idősek, mindenki, aki kedvet kap hozzá, pontosan hol, mikor, milyen helyszínen. Az alapítványunk több Erzsébet táborba is kapott meghívást a nyári szünetbe, illetve Sóston, több sóstói rendezvényen is jelen vagyunk a kutyákkal. A gyereksóstó program keretében vasárnap délutánonként, illetve csütörtökönként a sóstói táncházban 4 alkalommal, és a gyereksóstó pedig még 7 alkalommal lesz a nyáron, és ott is egy gyerekek ismerkedhetnek, közelebbi kapcsolatba léphetnek a kutyával, kísérő programként természetesen a fő programok mellett. Ja, hát nem mutattam a fő szuper trükkét Almának. Puszi. Puszi. Idén már 36. alkalommal rendezték meg a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválját, ahol 26 előadás várta a színház szerelmeseit. Stábunk ott volt az ünnepélyes megnyitón, ez következik most. Nyikolaj Vaszilyevics Gogol. Fesztivál igazgatóként milyen érzésekkel áll itt az idei megnyitó előtt? Azt gondolom, minden évben nagyon izgulunk, nagyon boldogok vagyunk, hogy újra sikerült összehozni a fesztivált, és várjuk a csodát, várjuk a katarzisokat, és azt gondolom, hogy lesz részünk ebben az évben is, nagyon sok élményben. Van valami különlegesség az idei fesztiválnak? Talán az, hogy vannak magyarországi előadások is a versenyprogramban, 17 versenyelőadásunk van, és ezelőtt 8 évvel vagy 10 évvel, amikor ez Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja lett a név, akkor az volt a cél, hogy magyarországi előadások is szerepeljenek a versenyprogramban, és eddig mindig csak ilyen közös produkciók határon túl és magyarországi színházak közös produkciói szerepeltek, most sikerült 2-3 előadást beválogatnunk a versenyprogramba. Járt már korábban itt Kisvárdán a fesztiválon? Nem merem mondani, hogy nem, mert tulajdonképpen nagyon sok ismerősöm van, színészek, meg szakmabeliek, akik mindig mondják, hogy hát tudod, Kisvárdán találkoztunk, mert nagyon sokat nézek, nem magyarországi előadásokat is, nagyon sok ilyen barátom van, de nekem éveken keresztül egybeesett egy nyári munkámmal, úgyhogy próbáltam követni, amit van, és szerintem nagyon is tudom, hogy mi történik Kisvárdán, de igazából most vagyok, ha őszintén válaszolok. Igen, de nem érzem úgy, mert tényleg nagyon sok. És milyen érzésekkel fog itt részt venni a zsűri munkájában? Nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy zsűri tag lehetek. Nagyon kíváncsi vagyok az előadásokra. Hát mondjuk átlapozom a műsorfüzetet, de ezt mióta megtudtam, többször megtettem, és mindig meg vagyok döbbenve, hogy micsoda gazdag kínálat, mennyi sokféle előadás van. Tényleg látom a válogatónak, Balog Tibor válogatónál is, hogy nagyon törekedett arra, hogy mindenfélét felmutassunk. Tehát nyilván a minőség is ilyenkor az egyik szempont, de amivel én nagyon egyetértek, hogy nem, mert az azért szubjektív, akármennyire próbálunk szakemberek lenni, meg szakmából beszélni, azért az egy szubjektív, hogy egy előadást hogy ítélünk meg. De az, hogy mindenhonnan mutassunk fel izgalmakat, érdekességeket, az nagyon fontos, és ennek nagyon örülök, hogy tényleg itt vannak az újvidékiek, sepsiszentgyörgyiek,
most láttuk a nagyváradiakat tegnap este, tehát az sokféleség, az nagyon nagy erény ennek a fesztiválnak. Visszatérő vendége ön a fesztiválnak itt Kisvárdán? Igen, sokszor voltam már, nem tudom megmondani pontosan hányszor, de viszonylag sokszor. És a zsűriben is dolgozott korábban? A zsűriben még soha nem dolgoztam, mindig csak érdeklődőként voltam jelen. És mit szólt, amikor fölkérték el a feladatra? Hát meglepődtem többek között azért, mert amikor véget ér ez a fesztivál, már kezdődik a Gyulai Vászonyász 61. évadját, és tehát nekem otthon is kellene lennem, úgyhogy így egy kicsit nehezen vállaltam el a feladatot, de ugyanakkor megtiszteltetés volt természetesen számomra. Most tavasszal már ez a harmadik színházi fesztivál, amit részt veszek, mert voltam Debrecenben a Deszka Fesztiválon, egy héttel ezelőtt Kaposvár ott az országos színházi találkozón, és itt ez a harmadik, és egy hét múlva kezdődik a Gyulai Vászonyász Fesztiválja. És mivel ilyen sok fesztiválra jár, nyilván vannak tapasztalatai, mit gondol ön a Kisvárdai Fesztiválról? Hol van a helye a magyarországi fesztiválok sorában ennek a kisvárdainak? Kiemelkedő helyen mindenképpen, az egyik legnagyobb múltú fesztivál és a legrangosabb fesztivál. Ugye itt díjakat is osztanak, vannak olyan fesztiválok, ahol nincs díjosztás, de ugye itt van díjosztás, és ez is emeli a rangját, mert nyilván figyel mindenki rá, a nézők is, meg a szakmabeliek is, hogy mely előadások kikapják a díjakat, tehát emiatt is fontos. Ugye évtizedekig ez a határon túli magyar színházak fesztiváljaként létezett, úgy került be a köztudatba, mert ma is sokan még úgy tudják, az én feleségem is csodálkozott, mikor meglátta írva, hogy Magyar Színházak Fesztivál, hogy ez nem az, de mondom, az csak egy kicsit több is annál már. Most már Magyarország területéről is hív Balogh Tibor előadásokat. Nem csak a Kisvárdai Fesztivál megnyitóján voltunk jelen, hanem a Csónak, vagy előttünk az Özönvíz című előadást is megnéztük, és az Országos Színházi Találkozón legjobb rendező díjat elnyerő Bocsárdi Lászlóval beszélgettünk. Ezt azonban már csak a következő weekendben láthatják, ezzel indítjuk a jövő hetet. Most pedig egy játékkal zárunk. Páros mozi jegyet nyerhet, aki helyesen válaszol arra, hogy idén hányadik alkalommal rendezték meg a múzeumok éjszakáját. Én kollégáim nevében is megköszönöm a figyelmüket, nagyon kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok önöknek, viszontlátásra!